A taps azoknak a 8. osztályosoknak szól, akik 3 nap leforgása alatt egy hétvégén olyan pályamunkát nyújtottak be, amely alapján Bonyhádon felavathatták ezt az okos bútort. A gyerekek összefogásának eredményeként több ezer beérkezett igény közül kerülhetett a Széchenyibe a gyerekek kedvenc új udvari felszerelése. 397 intézmény pályázott, közel 2200 tanulóval, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon nagy bravúr és egyben lehetőség, hogy ezt a pályázatot megnyertük. 2020-ban másképp nem is lehet gondolkodni, csak környezettudatosan, ezért a fenntarthatóság számos helyen jelen van az iskola oktatási programjában, mondta Steiner Krisztián. Fábiáné Csiszér Elvira azt mondta, az összefogás eredménye a siker. Olyan lelkesedéssel állt oda a sok-sok nyolcadikos, hogy dicséret mindenkinek. Az iskolában a következő lépésként a szülők együttműködésével újítják majd fel, és cserélik ki az udvari játékokat.